Ivica Dačić miniszterelnök helyettes terjesztette elő a köztársasági képviselőknek Alekszandar Vučić kormányfő javaslatát, hogy Szerbia új gazdasági minisztere Zsejko Sertić legyen. Véleménye szerint a privatizáció terén kell sokat tennie az új miniszternek. Više desetina hiljada radnika očekuje da baš njihova firma nađe kupca. Među 502 preduzeća za koje je već raspisan oglas za prodaju, jesu i najproblematičnijih 157 preduzeća u restrukturiranju. Samo zahvaljujući ukidanju plaćanja iz budžeta za njih, uštedeće se 800 miliona dolara. Az ellenzéki pártok nem voltak megelégedve Dačić ajánlásával. Az új demokrata párt képviselői el is hagyták az ülést, mert szerintük a kormányfőnek illet volna a miniszterjelöltet bemutatni. A demokrata párt ugyan elismerte, hogy Zsejko Sertić jó szakember, de véleményük szerint nem tudja majd megoldani a szerb gazdaság problémáit. Mi ne znamo kakav je program, kakav je plan rada, šta to konkrétno znači. Šta ćete uraditi sa preduzećima u restrukturiranju? Neko ih je danas spominjao, preko 150. Gde vam je socijalni segment? Šta će biti sa ljudima koji dobiju otpremnine? Kolike će biti te otpremnine? Šta će biti sa tim ljudima? To su stvari koje vi nasleđujete. A haladó párti képviselők a kormány eddig elért eredményeit védték. Véleményük szerint az új gazdasági miniszter véghez tudja majd vinni a szükséges gazdasági reformokat, és csökkenteni tudja a munkanélküliséget. Ezt az is alátámasztja, hogy nemrégiben megválasztották Dél-Kelet és Közép-Európa legjobb menedzserének is. Kľúč za smanjenje stope nezaposlenosti će biti u vašim rukama, gospodine Sertić. Biće u rukama privrede, u realnom sektoru. Smanjenje nezaposlenosti je moguće jedino samo kroz dalju, snažnu borbu protiv korupcije, kroz stvaranje povoljne investicione klime, kroz zakonska rešenja po kojima će Srbija da odskače po konkurentnosti u odnosu na zemlje u regionu. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői szerint a szerbiai gazdasági kamara elnöke megfelelő választás a gazdasági tárca élére. Az összes folyamatot, intézkedéseket, különböző szituációkat, ami a szerb gazdaságot érinti, ő ennek tudatában van, illetve le tudta követni. Ezért úgy gondoljuk, hogy az ő személyében egy megfelelő gazdasági minisztert tudunk választani, illetve meg tud majd azokkal a problémákkal küzdeni, amire egy gazdasági szaktudásra van szükség. Národna skupština izabrala Željka Sertića za ministra privrede. Zsejko Sertićet a szerb parlament név szerinti szavazással 178 igen, 4 nem szavazattal választotta meg gazdasági miniszternek.